Gregor József Szeged kulturális életének ikonikus alakja 2006. október 27-én hunyt el Szegeden. A The New York Times méltatásában azt írta róla, hatalmas ember volt, hatalmas hanggal és lenyűgöző színészi képességgel. A legendás operaénekes 2020. augusztus 8-án töltötte volna be 80. életévét. Ebből az alkalomból szervezett emléknapot a Szegedért Alapítvány és Szegedváros önkormányzata. Az emléknap a világhírű basszistának a Domtéri Nemzeti Emlékcsarnokban található mellszobra megkoszorúzásával kezdődött. Négy helyiség mondhatja díszpolgárának: a Szülőföld, Rákosliget, a Főváros 17. kerülete, Gárdony, Szeged és Aszonföld. Az Aszonföld nekem kilógott egy kicsit a sorból, és rákérdeztem Marikától, hogy mi ez. És akkor mondta el, hogy az aszófői Szent Aláltató katolikus templom felújítására Joska 10 éven keresztül szervezett koncerteket, és a bevételből újították fel olyan gyönyörű a templomot. A templom oldalán márványtába őrzi Joska emlékét ezzel a szöveggel. Községünk és templomunk jótevőjének, Gregor Józsefnek, operaénekesnek 1996 és 2006 között szervezett koncertjeiért. Gregor József jótevőnek. Úgy gondolom, hogy ilyen táblát az országban számos helyen el lehetne helyezni. A Gregor emléknap fénypontja a Városháza udvarán megrendezett gálaműsor volt, amelyen olyan művészek vállalták el a fellépést, mint Rost Andrea, Vajda Júlia vagy Szvétek László. A gálaműsort Toronykői Attila rendezte. Szegeden őt nagyon szeretik, és még mindig tisztelik, ugye Diska is felvette a nevét, tehát itt nagyon nehéz olyan műsort összeállítani, hogy minden egyes olyan ember, aki vele játszott, vagy tisztelte, vagy fölnézett rá, benne legyen egy gálában, mert akkor egy 24 órás gálát kellene létrehozni. Úgyhogy nekünk kellett Szász Krisztával egy kicsit úgy szelektálnunk, hogy mi legyen az alapkoncepció. Azt gondoltuk a három tenor mintájára, hogy mivel Gregor József basszista volt, tehát a három basszus legyen feltétlen az esten, és természetesen olyan partnernők, szopránok, mezoszopránok, akik kell, aztán duettet, meg kvartetteket lehet énekelni. Kiválogattuk ugye a három basszistát, Gábor Gézát, Szvétek Lászlót és Cseh Antalt, és természetesen Vajda Júliát, akivel Gregor nagyon sokat játszott, Rost Andrea, aki egy sztár vendégünk, és Gál Erika, aki pedig mezoszoprán, és ő is egy nagyon jó énekes, és akkor ezzel a hat emberrel próbáltunk sáfárkodni, hogy egy ilyen jó másfél órás műsort tudjunk létrehozni. Az esten elhangzó produkciók mind szorosan kapcsolódtak Gregor József művészi pályájához. Kezdjük a komolyabbakról, tehát Sarastro, Fiesco, aztán szépen megyünk át a vígoperákra, Szerelmi Bájital, Don Pasquale, és ugye ő nagyon szerette a musicaleket is, tehát a Hegedűs a háztetőmből is lesznek részletek, és búcsúzóul pedig a My Way, amiben mindenki benne van, amit ő is énekelt, azzal búcsúzunk, de természetesen a végére egy csattanó kell, ami egy Gregor gálán nélkülözhetetlen, a Hadaró duett, tehát a Don Pasquale Hadaró duettje, de szintén nem két ember énekli, egy basszista meg egy bariton, hanem a három basszista és Vághelyi Gábor, akivel szerintem élete folyamán Magyarországon a legtöbbször énekelt ezt a duettet. Borzasztó nagy megtiszteltetés, és azt kell mondjam, hogy átgondoltam az elmúlt éveket, mert ugye ő 14 éve halt meg, ezt pontosan tudom, mert 14 éve volt az esküvőnk, amire jött volna, de előtte 2 héttel ő meghalt. És borzasztó nagy megtiszteltetés, és végig gondoltam, hogy az ő emlékére tartott koncertek, amik itt voltak természetesen Szegeden, vagy esetleg az ő könyvének a bemutatója, tehát amikor volt ilyen ünnepi rendezvény, azokon én mindegyiken itt voltam és közreműködtem. Szóval az a megtiszteltetés, hogy most is meghívtak. A gálaműsor egyik csúcspontja a három basszus produkciója volt. Ezt is ő találta ki még annak idején, emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt pont itt az udvarban csinált ilyen három basszusos koncertet.
akkor azért nem volt akkor a kihívás, mint most, ugyanis most a basszus áriákat vagy duetteket elosztogattuk egymás között. Tehát most oda kell figyelni, hogy ki jön, tehát automatikusan nem lehet majd tovább énekelni, mert esetleg beleéneklek a kollégának a szólamába, ami egyébként normálisan az én szólamom lenne. Tehát ez izgalmas lesz, és hát remélem, hogy látványos és szórakoztató is. Gregor József úgy a szakma, mint a közönség köreiben igen nagy elismertségnek örvendett. De nem csak tisztelték, hanem szerették is a színház falain belül és kívül egyaránt. Valószínűleg azért, mert ez sugárzott ő belőle. Ez a nyitottság, barátság, kedvesség, figyelmesség mindenki felé. És hát egy kvázi, most úgy mondanám, hogy egy laza ember volt. Tehát nem, bár nagy a munkában nem ismert tréfát, tehát azt nagyon-nagyon komolyan vette, természetesen. De azért volt benne egy ilyen csintalanság, ami, és kedvesség, és az, hogy tényleg őt mindenki szerette, ez talán tényleg ezért volt, hogy mindenkire annyira oda tudott figyelni. A színpadon nagyon fegyelmezett volt, tehát ott azok a viccek, azok a poénok, azok ezerszer kigyakorolt poénok voltak, ami biztos, hogy bejön a közönségnek. Persze azok mind olyan gregorosak voltak, amit csak ő tudott előadni, és csak neki állt jól. De zeneileg mindig nagyon fegyelmezett volt a próbákon is, előadásokon is. Tehát az a fajta könnyedség, amit a közönség ugye látott a színpadon, az nem volt könnyedség. Az nagyon-nagyon komolyan begyakorolt, ezerszer kipróbált, poénok tömkelege volt, és semmi más extrát nem engedett meg magának, mert azzal megzavarta volna az előadást, a kollégákat, a zenét, stb. Elsősorban a hangja, a hangszíne, a művészi nagysága miatt, de azt hiszem ugyanolyan fontos, hogy maga az ember. Az ember, aki közvetlen volt, lojális volt, barátságos volt, nem játszotta meg magát, nagyon szeretett az emberekkel beszélgetni, mindig villamossal járt, hogy megszólíthassa ő is az ismerőseket, vagy bárki megszólíthatta őt, ő ezt igényelte. Szerintem ezek mind összesen összefonódtak abban, hogy ő tényleg egy ilyen népszerű emberré vált, és azért ott volt a televízió, a rádió, a mindenféle műsorok, ugye hát ő sokat járt Pestre is, mindenféle típusú fellépésen részt vett, de hát vidéken is, nem csak külföldön, aztán ugye később Amerikában is, de mindenki ismerhette Magyarországon. Az is, akinek talán nem volt televíziója még annak idején. Ugye őt a Vaszi hozta Szegedre, ő fedezte föl, és a Vaszira nagyon jellemző volt, hogy nagyon sokat törődött az emberekkel, tanította őket, gondoskodott róluk, nagyon sokat próbált, tehát nagyon szerette az ő társulatát, és mindent megtett értük, tehát ők nagyon jó szerepeket kaptak, nagyon jó darabokban, operákban énekelhettek, és aztán a Jóska ugye kirándult más műfajokba is, ami megint egy más közönség réteget ismertetett meg vele, az a saját művészetével, nem csak a szabadtérén, hanem ugye más színházaknál is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenből adódik össze az ő úgymond sztársága. Teljesen érdektelen volt az a hétköznapi ember számára, hogy milyen technikával énekel, vagy egyáltalán milyen hangfaj. Hát a hétköznapi embernek fogalma se volt, jó pofán énekel. Azért imádták őt a mai napig, mert ember volt, egy nagyon jó ember volt mindenkihez, a kollégákhoz, és a színházban, ugye a színház az mégiscsak egy olyan viperás egy közeg. Nem jellemző, hogy az emberek ne lennének egy kicsit, vagy nagyon féltékenyek a másikra, mert hát ez valahogy így alakult ki, valószínűleg a görög színház a kora óta, így alakult ki a dolog, benne ilyen soha nem volt, és ő segítette a gyengébbet, és a jókat is, és ez a szakmai, amit meg a közemberek tudnak, hogy az a kedves ember. És az is volt. Számos anekdota őrzi Gregor különbségeit. Például, amikor télidőben egy-egy vidéki tájolásra utazván kollégái sálakkal és meleg teával óvták a hangszálaikat, ő azonban kigombolt ingben, harsányan kacagva tette meg az utat, ügyet sem vetve a hidegre. Így volt. És hát kicsit hasonló vagyok én is hozzá, hát én engem se érdekelt. Most éppen nem iszom alkoholt már sok éve, de igazán nem érdekelt, ha este ittem egy pár sört, vagy elszívtam ilyen cigarettát, vagy kigomboltam az ingemet. Nem vagyunk egyformák, tehát nem mindenkit egyformán támad meg a kór, és ő is jól bírta. A basszus hangfajad, a basszusnak a hangszalagja az elég vastag. Mondjuk a legvastagabb a énekesek közül, és elég hosszú is. Tehát, hogy
ugye ettől van ez az amplitúdó szám, hogy ilyen mély lesz hang. Kicsit többet kibír, mint mondjuk egy tenoristáé. De hát sajnos őt is aztán megtámadta a korság, és most már őt nagyon hiányoljuk 14 éve. Gregor Józsefet, vagy ahogyan máig emlegetik, Gregor Jóskát, Szegeden mindenki ismerte és kedvelte. Akár járt színházba, akár nem. Nem is szerette, hogy Józsefnek hívták, ő mindig rögtön az első percben azt mondta, hogy jóskázzuk. Nagyon közvetlen volt. Tehát ő benne soha nem érződött az, hogy a tehetségével lenézi az embereket, hanem neki volt egy Isten áldott a tehetség, amit nagyon jó kihasznált, és nagyon tudott bánni vele, de közben pedig olyan közvetlen volt az emberekkel, hogy föl sem merült bennünk az, hogy most akkor féljünk tőle, vagy tartsunk tőle a tehetségétől. Természetesen tiszteltük, de nem volt soha félelem, hogyha vele kellett beszélgetni. Abszolút kollegiáris volt, és tényleg az volt a jó benne, hogy ő imádott főzni például. Ugye főzős könyveket, vagy műsort adott ki. Musicalekbe énekelt. A Jézus Krisztus Szupersztárban ugye ő a Kajafást énekelte a Szegedi Szabadtérén, vagy az operetbe a Csárdás királynő is benne volt. Tehát ő nagyon sok rétű volt, és ettől minden közönség réteget meg tudott szólítani. Nagyon jól ismerték a városban az énekes, az operistákat, hát itt nagyon nagy opera volt, operajátszás, és ezek nagyon nagy formátú művészek voltak, és nagyon szerették a műfajt Szegeden. Tehát azért itt a rendezőktől kezdve az operaénekesekig mindenkit nagyon szerettek, ismertek, és segítettek, hát a boltban, a kórházban, vagy bármilyen területen nézzük, ahogy mesélték nekem ők. Tehát annak idején azért volt ennek egy ilyen lokálpatriotizmusa. Aztán később egy kicsit háttérbe szorultak az operisták, vagy a úgymond komoly zenészek, ha mondhatjuk, mert talán mi nem értünk rá annyira marketingelni magunkat, vagy celebezni magunkat, mert ez egy elég nehéz pálya. Tehát itt nagyon vigyázni kell magunkra, sokat kell gyakorolni. És Jóska viszont megtudta, volt annyi energiája mindig, hogy mindig tudott riportot adni televízióban, rádióban, elmentünk jótékonysági estekre, friss alapítványokhoz, hogy beindítsuk azt az alapítványt, és nagyon nagy türelemmel és jó szándékkal mindenkivel megértette magát, és mindenki, ez volt egy jó szava. Nekem ugye nagyon nagy partnerem volt, és hát épp most ugye, hát mikor így összejövünk a régi kollégákkal, akkor óhatatlan, hogy erről beszélünk, hogy miket csináltunk, és milyen lazán, és milyen jókedvel dolgoztunk, pedig nagyon nehéz volt, és nagyon sokat dolgoztunk. És hát legyen az Víg Opera, hát az se könnyű, de hát azért egy Aida, vagy Trubadur, vagy Anna Bolena, azért az kint egy más falat. De mégis a Jóska, meg a többi kollégák is megtalálták azokat a pontokat, hogy lazítsunk, mert ezt nem lehet állandóan annyira komolyan venni. És annyira hiányzik ez a hozzáállás nekem, mert a lénye, meg a barátsága mindene hiányzik, de most egy egész más világ van. Egy kicsit kéget azért keményebb lett ez a szakma, mint ahogy az egész világ is egy kicsikét változott, sőt nem is kicsit, hanem nagyon sokat, főleg az elmúlt fél év alatt. És valóban így van, hogy ez a humánusabb vonulat, ez talán már nincs meg annyira. Hát profitorientált, sikerorientált, tehát itt mindennek sikernek kell lennie, nem lehet igazából annyira próbálkozni dolgokkal. És hát egy énekesnek is mindig 200%-on kell teljesíteni, ami hát embertelen. Tehát ezt nem lehet, ezt senki nem tudja. És a Jóskában ez volt a fantasztikus, és hogyha nem is volt olyan paszban, akkor is ő egy olyan kedvességgel, egy olyan bájjal tudta ezt előadni, hogy azt senki nem vette észre. És hát neki is jó volt közben. Vállalkozó lett a művész is, és nem családban él, hanem megy ide, oda, amoda, ahol szerepet kap, és ezt megpróbálja úgy erővel beosztani, ugye, hogy éjjel utazik, hajnalban utazik, ott is legyen, itt is legyen, mert valamiből meg kell élnie. És persze jobban vagyunk, meg jobban van mindenki a saját csapatával, de ez nem ugyanaz, mint egy állandó társulatban létezni.
Napjaink körülményei között és művészeti közegében biztosan más pályát futna be egy Gregor József habitusával rendelkező művész. A tehetség azonban, ahogyan a mondás tartja, mindig utat tör magának. Az, amiben ő született, amiben ő szocializálódott, és aztán amihez ő alkalmazkodott, az valószínűleg teljesen más, mint ami most van. De azt gondolom, hogy egy olyan énekes, hogyha lenne újból egy Gregor Jóskánk, ő is talán ugyanezt a pályát be tudná futni, mert hogy hangilag, zeneileg, habitusban egy olyan hozzáállása van, ami talán örökérvényű. De hát azért, hogy mondjam, ahhoz a korszakhoz köthető művész. Ők akkor nagyon sokat utaztak, tehát ők mentek Pécsre, mentek szerepelni Debrecenbe, hát ő ugye Pestre sokat járt, aztán meg főleg már szinte ott volt otthon. Tehát annak idején még nagyon sokat jártak a többi operaházba is. És ez kapcsolatokat is teremtett meg, hogy volt operafesztivál, és akkor jöttek az ország minden tájáról a kollégák, és mi olyan egyivásúak voltunk. Tehát ők nem csinálták másképp, tehát mindenki mindig ugyanúgy csinálta, ugyanolyan vicceket csinált, ugyanazon tudtunk nevetni, sírni, szóval ez valahogy egy olyan egy család volt, ez az operaénekes család.